A Szabadkai Gerontológiai Központ egy határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően horvátországi partnerével Szabadkán egy akadémia keretében a jövő héten kezdi meg az ápolóképzést. Egy európai projektom keretében a jövő héten eszéki és gyakorlói vendégek érkeznek Szabadkára, ugyanis az egyes számú gerontológiai klubban akadémiai képzés indul, ápolókat képezünk majd. Ez az oktatási forma jelen pillanatban az első és egyetlen az országban, hiszen jól tudjuk, hogy ápolóképzés sehol nem folyik nálunk, pedig hatalmas hiány van ebből a szakmából egész Szerbiában. A Szabadkai Önkormányzat ebben az évben mintegy 16%-kal növelte a gerontológiai központnak szánt támogatás összegét, amelynek köszönhetően 5 új klub nyílhat a peremvárosi településeken, és a falusi gondnoki szolgálat visszaállítását is tervezik. Gerontológiai központ számára és azokra a szolgáltatásokra, amelyeket az intézmény az önkormányzat támogatásával valósít meg, a város az idei évre 44 millió dinárt irányzott elő. Ez az összeg 16%-kal több, mint az tavaly volt, és ebből a házi ápolást, valamint a gerontológiai klubok működését biztosítjuk. Tehát több mint 7000 felhasználót tudunk ellátni. A tartományi illetékes titkárság tavalyi költségvetésének kicsivel több mint 13%-át a szabadkai szociális intézmények támogatására fordította. A pályázatokat február végén írjuk ki. Jelentkezhetnek a szociális intézmények és azok a civil szervezetek, amelyek hasonló tevékenységeket végeznek. Az állami szociális intézmények 15 millió dináros keretre számíthatnak, ha a programok megvalósítását vesszük figyelembe, míg fejlesztésre további 39 millió dinárt biztosítottunk. A tartományi kormány az idei évben a szociális ellátás fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. Vajdaság területén összesen 27 állami szociális intézmény és 16 gerontológiai központ működik.